A színpadon állókat egy közös vonás köti össze. Mindannyian színi növendékek. Többük élethivatásszerűen zenél, van olyan, aki külhonban öregbíti a magyar zenepedagógia hírnevét. Ha megkérdi tőlük az ember, vajon mit kaptak Szekszártól és elsősorban Szili Lajostól, a zenetanártól, szó esik szakmai alázatról, emberségről, szorgalomról. Több mint 40 esztendő van már Szili Lajos trombitatokjában a tanári pályán. És most, hogy 60. életévéhez közelít, nem látszik rajta a kor, a tanítványok egyfajta szülinapi ajándékként összegyűltek köszönteni a mestert. Egyetalon, és zeneiskola, és Szekszárd, és trombita, és növendékek, és jó növendékek, és jó kollega, kedvesség, és sorolhatnám még így tovább. Szili Lajos, hát a legkedvesebb kollégám, 85-től ismerjük egymást, 85 szeptemberétől egész pontosan, és hát azt kell mondani, hogy ketten neveltük ki a ifjúsági fuvózzenekar rezeseinek egy jó részét, ugye besegített Pece István kollégám is, de hát általában mi ketten viseljük ezeknek a terhét. Már több mint 10 éve járok hozzá trombitálni, és egy csodálatos embert ismerettem meg benne, mert tényleg apám helyett apám volt, bármi problémám volt, hozzáfordulhattam, segített, legjobb szaktanárnak tartom, pedagógusok csúcsának. Ő mindig jó kedvel fordult a másik emberhez, bármi problémám volt, bármi gondom, hibám, bármit, ő megoldotta, megbeszélte velem, és igazából én nagyon sokat köszönhetek neki. Szili Lajos egy nagyon meghatározó személy az egész család életében, tekintettel arra, hogy ő indította el Attila fiamat azon a pályán, ahol most elég szép karriert fut be. Egy rendkívül következetes tanár, aki szerintem a tanításnak élt. Valóban neki köszönheti a város az ifjúsági fúvózenekar létrejöttét, de szekszárdi munkásságában a zene mellett a közéleti tevékenységére is büszke lehet. Többek között erről emlékezett meg köszöntőjében Ács Lezső polgármester, aki azt is elmesélte, neki mármint Lajosnak köszönheti, hogy ma szekszárdinak vallhatja magát. Szili Lajos 10 éven át vezette a Liszt Ferenc zeneiskolát. Én Kaposvárról kerültem ide, és hát Lajos igazgatása alatt, és nagyon kedves volt az a történet, hogy amikor ide értünk a férjemmel, nem igazán ismertük se a várost, se az embereket, és Lajos mindjárt az első alkalommal meghívott magukhoz, hogy egy kicsit beszélgessünk, ismerjük meg egymást, ne a zeneiskola falai között, és egy nagyon kedves beszélgetés, igazából egy jó kis partneri kapcsolat alakult köztünk. Most, hogy fordult a kocka, és te lettél az igazgató? Nagyon szeretem én Lajost, és tisztelem, és nagyon sokat beszélgetünk, hogy hogyan tovább, mit kéne, hogy kéne. Jó, sok jó ötlete van, néha vitatkozunk is, mert ugye ő azért már ezt a mai oktatást nagyon nehezen nyeli le, így ahogy szoktuk mi mondani, de sok jó meglátása van, és tényleg nagyon jó kis beszélgetések, akár szakmai, akár baráti beszélgetések vannak köztünk. Nagyon humánus, nagyon gyermekszerető, nagyon ért a gyerekek nyelvén, meg tudja őket fogni, hosszú távon tudja őket tanítani. Itt is majd látni lehet, hogy szinte 20 éves korukig járnak hozzá, emberileg pedig egy nagyon jó barát. Tehát közösen nagyon sok mindent meg tudunk beszélni. Ugye már több mint 30 éve ismerjük egymást, de között volt jó idő, rosszabb idő, de ez a barátság kitartott, és ez a szakmai és emberi kapcsolat az erőt adott mind a kettőnknek. Az emberi mentalitása, az emberi hozzáállása szerintem hosszú időken keresztül példamutató, amilyen korrektséggel és amilyen szakmai tudással közelít a növendékekhez. Ez volt az egyik. A másik meg szakmai tudás nélkül hiába jó mentalitású valaki. Tehát a kettő csak úgy működik, ha ez a kettő kiegészíti. Azt hiszem önálló ez mind a két oldalon működött és működik hosszú ideig, és hát büszke vagyok arra, hogy 40 éves időtartamot le tudott abban az intézményben, abban az iskolában tanítani, ahol én kezdtem még a 60-as években a tanulásomat.
Az én arszpolitikám az, hogy elsősorban a növendéket szeretni, tisztelni kell. Ha már a munkában, a közös munkában egy kicsi jót talál az ember, azonnal dicsérni kell. És hát a másik pedig az, hogy igyekezni kell olyan szinte eljuttatni minden növendéket, aki erre hát alkalmas és szorgalmas, hogy minimum zenekarban tudja muzsikálni. A másik pedig az, hogy aki professzionális zenésznek készül, ő pedig szigorúan, keményen, nagyon sok munkával fel kell készíteni a pályára. Ez a legnagyobb öröm a számomra. Tehát, hogy ilyen nagy számban eljöttek a szülők, a növendékek, az ismerősök, a jó barátok. Tehát nekem ez a boldogság.